Szevasztok, jutikások, hello! Újra, nagyon újra, és Soma. Soma, egy kis somázás lesz most. Ilyen 1 óra 20 percet szerintem pont le tudunk tolni a Somából, nagyon faszád. Azaz, hello, Juti. Soma, fordító, Petya. Amúgy számomra még ez a játék is kurva félelmetes, nem kell itt nagyon nagy horror szokba belemenni. Ez is nagyon durva. Na, nézzük itt a helyzeteket. Folytatinál, szexualizálni. Ott tartottunk, hogy Simon és Catherine sikeresen rávették Brandon Went a szimulált tudatát, hogy megoszta velük a védelmi titkosítást, amelyel elérhetik a Dumbat batiszkáfot. Most végre a fedélzetére léphetnek, és alámerülhetnek a mélységbe, ahol megkereshetik az elveszett párkát. Itt tartottunk, ugye az volt a oda nézve, mintha valami koszorú lenne a fejemen. Én vagyok Julius Zoltán. Julius Zoltáns. Na! Szóval... Nyomunk egy gombot. Ugye ott volt az, hogy úristen, itt milyen hangos ez a játék előzőhöz képest. Solát a Zoltán, nem. Kivettük ezt a csövest, Catherine-t. Azt a kurva, milyen hangos ez a játék. Jó, ezt le kell alakítani, mert össze fogom húgyozni magam. A kávét nem csináltam, pedig akartam. Pedig esküszöm akartam, itt van a brunyeszt WC, még minden. Szóval most ki kéne mennünk innen, yes, és... Szóval ki kéne menni, és akkor most... Vártak, ezt most megnézem. Most mert ugye elmehetünk erre, arra emlékszem, hogy lent... Ugye én nem néztem meg egy ajtót, de remélem nem is fog kelleni. Mondjuk ez lehet, hogy nem volt túl jó ötlet. Aha. Hát Trex, azt a mindenségét, hát szevasz. 850 millió évvel ezelőtt. Aha, ez kell nekünk, a tenger alatt járósz. Tengesz alatt járó. Ennek a hangjából meg leveszek egy picit, mert ez kurva hangos szerintem. Hangos a játék. Picit. Mi a helyzet, Trex? 85 millió évvel ezelőtt tényleg. Szégyed el a pofád. Aha. Jó, hogy ezt így tologatni lehet. Oda néz. Oda tologassuk most magunknak oda. Csak 50 évet öregedték, kikéred magadnak? Aha. Ez a vízkiárat. Jó, és miért kell nekünk szerintetek vízkiárat? Amikor mi azzal szeretnénk itt szerintem elmenni. Belépni tilos. Itt ilyen tenger alatt járók vannak valószínűleg. Jó, töltsük föl vízzel ezt a cuccot. Veszély, tiltott területek vannak itt erre felé, vigyázzat. Figyeljen a mozgóajtókra. Unalom az élet. Na te hülye vagy. Bazd meg. Szerintem 10 éve ezelőtt unatkozhattam utoljára életembe. Hogy lehet unatkozni? Számomra ez egy örök kérdés, mert hogy hogy lehet unatkozni, bazd meg? Én nem értem. De mindegy. Aha, hogy itt gombokat kell nyomogatni, abban nagyon jó vagyok. Igen, ez nem működik. Várj, ebbe is bekapcsoljuk a kép, nem? Jó, ez sem működik, ez se. Hát ez sedik. Ja, hogy nincs bekapcsolva a áramba, beszúrva. Ha nincs áramszkial, addig hello. Hello. Hát így persze nem fog működni. Hogy beszúrtam, oda néz. Nagyon nagy beszúró vagyok. Helyettem, ott világít zöldben. Zöldben. Aha. Készen létek alatt vagyunk.
Oké. Vagy te már boomer. Kioldásra készen állunk. Várjál, még ez mi ez? Ne! Tudtad. Mi az, hogy minden ilyen hibán? Nagyon megfelelő. Mi az Isten? Jó, ott most tuti a vészki. Nekem már azóta fura, hogy a vészki járat felé ottan van bele egy út, hogy arra ki lehet menni. Vészki járat. Az neked... Á, látod is, már nem piros. Már nem piros a vészki járat ottan. És valami jön. És veribig sötét van. Jó, a szűk, nagyon szűk dolgokon megyünk keresztül itt most. Jön a részfaszú maga, hogy vigyázz. Hát előbb már majdnem jött, mert ilyen részfaszú izét kerestünk. Ilyen medvedisztó ember az előző játékba. De hála Isten nem találkoztunk vele. Jó mentésekben vagyunk. Most, hogyha Alien játékkal játszanánk, ami nagyon hasonló ehhez amúgy, azt tudja, hogy itt már megjelent volna Alien. Jött volna velünk szembe. Itt is előfordulhat, hogy mindjárt valami velünk szembe jön. Mert nagyon dobog a szíveském már, és nagyon izgulok, hogy mi lesz itt velem szembe. Hogy a faszomban nagyon sok mindenről lemaradtál, 50 évben Trex. Egy az, hogy szubot sincs, meg VIP sincs, látod? Ilyen dolgokra is lemaradtál itt elmúlt 50 évbe. Meg gondolom a pincéből is kiszabadultál. Hát, tehát ilyen dolgok történtek itt errefelé. És már pincébe se vagy lezárva. Csóró vagyok. Attól függetlenül még itt lehet lenni a streamekben, mert annyi, hogy annyira unatkozó, nem? Ha annyira unatkozik ember, akkor be tudja kapcsolni ezt a szexuális vadállatot, nem? Hello. Megyek koldulni a Blahára. Na, ez nem rossz. Nyomasd a koldulást. Én még itt koldulok, érted? Én nem a Blahára, én a Twitch-en. Jó, amúgy nem koldulok, mert hát, érted, azért valamit csinálok, érte? Aha, itt vannak ilyen jelszavak. A bárka ellátása egy jeladóval. Energiacsomagok, tudok, FST készlet, extra oxigén, P2 engedély. Ó, bassz meg, itt van egész Roxforti különítmény. A Haimatsu energiaöltözet helyes használata. Vegye fel az alsó öltözés testhámot. Jó. Szerintem ezek a jelszavak még fognak kelleni valamire. Van egy olyan érzése. Jó, hála Isten, nem tudom kinyitni. Ez soha nem rossz. Soha nem rossz, nem tudom kinyitni. Mondjuk van amikor rossz, de most nem rossz. Mert így legalább itt nincs senki. Offline? Lehet, ezt is be kell szúrni. A kábelszokat. Aha! Várj, itt nyomogatni kell megint gombot, nem? Ez mi ez itt? Így kell kinéznie? Ja, hogy innen hiányzik az egész Gehenátorsz. Innen-e? Ott van-e? És hogyha oda viszem a kábelt? A kábelt? Hova szúrom benne? Na várjatok. Egyszer egyet, először megújjazom ezt a csúnyát. Jó, megújjaztuk. Rendkívüli volt a újjazás. Szóval van itt nekünk egy ilyen izénk, egy ilyen elektronos kábelszunk, amit valamivel be tudnám dugni. Vagy ide kell hozni valami... Aha, ez rövid. Rövid kábelok vannak. Egy kettő kábel is valamit be kell dugni.
Jó, itt van egy számítógép berendezés, nézzük meg mit tud. Szia, hello, szia, Letty! Hello, hello! Oh, no! Well, it was talking. That's rarely a good sign. A Catherine beszél nekünk most. The Dunbat was our best shot. I was really. Fú, Letty lemaradta előző horror játékról. Az volt a szív, hogy follow. There's gotta be another way. Nagyon szexi volt. How do you think you did it? How did the team get the arc down? 40 perces playtest lehetőség van benne. És jónak nyilvánkozik, nagyon szép grafcsika, meg minden ilyesmi. Hát sokkal jobb, mint amit tegnap játszottál úgy. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't... Így van, teljes mértékben előjáték volt. Most a Somához. Alright, let's go then. Wait. Mivel úgyis senki nem jön velem játszani, úgyhogy muszáj egyedül élvezkednem a saját testemben. Muszáj volt. Muszáj volt. De amúgy eddig szóba sem osztalak, érted? De most, hogy itt vagy, muszáj. Oda nézzél? Na. Jó, mit mondott Catherine? Mert nem tudtam figyelni, mert Letty elterelte a gondolatjait. Jó, ezt a széket eltoljuk innen. Azt, ami elgerek vannak itt, odafigyelsz. Nem, nem. A lehetőség adott volt. Dokumentumok, az én döntésem. Úgy döntöttem, hogy... Igen. Bárka lokátors, a tétán van a bárka, odafigyelj. És így funk, vagy én vagyok? Nem, most vagyunk a deltán, és a tét... ez meg... Ennyit Pitagorász lófasz. Felmérés a bárkához visszavonulásról. A személyzet, ki vélemények felméréséhez kérem, töltse ki ezt a rövid kérdőívet. A közelmúltban úgy határoztak, hogy a bárka... Jó, én ezt most... Én nem értek egyet. Nem értek egyet. Jó, nem lehet ebből kilépni? Semmivel nem értek egyet. Szia, Nikolett! Hello! Szia, hello, szia! Oda néz. Én vagyok a kívülálló. Életedben nem várt rád ennyit egy nő, szóval nem, te ne. De nem vártunk egymásra, érted? Vagy igen? Vagy ez az volt? Nem tudom. Jó, ide kell bedugni, Dik. Oda néz. Hopp! Azt, ahogy bedugtam. Hát de most érted, én mondtam, hogy vendégszek lesznek, vendégszek, hát most én nem tudom, hogy mikor mennek-e. Amikor elmentek, abban a pillanatban írtam, te voltál első, amikor írtam, érted? És mondtam, hogy most készen állok, bevetése. Hát pedig az... Te meg szoktad kérdezni, amikor jönnek a vendégek, kinyitod ajtót, és megkérdezni, azzal fogadod őket, hogy meddig lesznek? Amúgy, mert vendég lettivel játszadozni. Meg kéne bizgerélnünk egymást, vagy valami, vagy nem tudom. Hozzávehetőlegesen 43,75%. 896 terabájt sérült memória, szimuláció, újra micsoda. Hűha. Itt fel kell szabadítanom a memóriát, mi? Gondolom nem mindegy, hogy mit szedek ki. A színbasz egy szükséges. A Soma. Melyik az? Ez-e? Nem ez. De olyan nincs is. Várjál. Színbéz. Hát olyan nincs is. Jó, ja, ez a Soma Hum, jó van akkor. Soma Hum. Te vagy már egy Soma Hum. Jó, itt elveszünk egy darabig szerintem. Amire most itt fölfogom, hogy mi van. Jó, most minden... Ez a három cucc kell nekem? És mind fixen. Akkor...
ezekből kell kivennem. Meg is van. Ki ez a vadállat? 200-ig vagyok baszka. Átpásztázás nem lehet olyan nehéz, csak biztosan akarok menni, igen. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross section of the process. Nem úgy, hogy ez elfoglalt, elnézést kívánok. Nem, mivel hozzá nem jönnek vendégek, de amúgy, ha jönnek előre, meg van beszélve, mikor és meddig. Azt a kurva. Letti vendégei. Szia vendég, meddig akarsz még maradni? Mármint örülök, hogy láttalak, de menjél már. Ezért kibaszott az, hogy az fejben ilyen vagyok. Olyan vagyok, mint a Sisza. Velem csak akkor foglalkoznak, ha én úgy akarom. Aha! Azt a mindenségét. Munsi Dávid. Feltöltés. Ez nem valós adat. Jared Simon. Ez is a kompatibilis. A bábú. Az nagyon jó. Világidő. Sebesség. Szimuláció indítás. Most valamint nekem meg kéne találnom? Akkor kell megállítani, amikor a bábú töltődik, különben nem tudom. Mi? Te vagy már egy bábú. Ott van-e. Eltanulom Letitől hülye szövegeket. Ott a bábú. Jó, pillanat. Várjál, uborka, mert izé, meg kell néznem itt a bábút, pillanat. Soba. Mod driver. Ott van-e. Mi az, hogy... Látod, uborka, szóval, ha én azt mondom, most mehet, akkor ki kell használni az alkalmat, mert ki tudja, mikor akarom legközelebb. Ja, jó van. Elnézést kívánok. Király kisasszonyom. Majd minden is úgy lesz, így van. Akkor legközelebb írjál, hogy jössz, és akkor megyünk. De... Na faszom, ki van már úgy. Na mindegy, akkor csicskítok. Diagnosztika futtatás, igen. Kikészít. Yes, of course. So precise. Teljesen kikészít, te ember! Ez is változkodik, nézd meg. Oh, right. So now we know how to get on the ark. Bele van kódolva a nőkbe, hogy változkodjanak. What? Folyamatosan. Ami meg se történt. Maybe there's a way to plug you in, or maybe scan somehow. We need to figure this out before we leave. Mit mondott? Diagnosztika. És mi legyen még belekódolva, mondjad. Ez kész. Csak egy összetétel vizsgálja a kosztot, arra használja, hogy megfigyelje a hasznos tehervázat. Mi az? Tehogy nem, hát itt mindent el lehet mondani itt a te emberszeknek, érted? Hát szerelmes vagyok mindenki, bár nyugodtan mondjad, Letty, mit szeretnél? Hopp, hello, belettem zárva, hello, elnézést, eléggé szoros helyzetekben vagyunk itt. Hát ubóka, hát a ubó, tessék. Most, tudjátok, vannak azok a gifek, amikor a emberek feje fölött ilyen matematikai feladványok vannak, és nagyon gondolkozik, hogy most mi történik. Na, velem ugyanez történt most. Tűnik Emery. Rendes Emery vizsgálatokon vagyok, jó napot. Aha, tényleg. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? Egy vagyok egy búvár öltözete, akkor ezért nem fulladul meg a víz alatt. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues.
standard cortex chip for robots, including the data reader and the Oculus. Ó, és egy nőt vagyunk. Milyen jó. What? Structure gel has fused the whole construction together. Uborka nem ennyire bonyolult? Azt a uborka részt értem, csak most ezt most nem tudom, milyen uborkával most. Hova kódoljam be uborkámat? Vagy én, vagy most, vagy én kódoljam, vagy mi van? Ez most az van, hogy a egyik dolog, amit nagyon szeretek a nőkbe, az, hogy városkodnak. A másik az, hogyha mondanak valamit, akkor mindig csak egy szavakba. Én meg az a fajta vagyok, akinek el kell magyarázni, hogy ne találgossak ki saját maga mindent, hanem szó szerint mondja el, hogy mit akar. És akkor mindent tudni fog. Ez a legegyszerűbb módja ezeknek a beszélgetéseknek. Amikor csak annyit ír, hogy uboka, akkor most nem tudom, hogy most nyissam ki a hűtőt, vegyek ki belőle egy uborka salátát, és vágjon fel darabokra, vagy a gatyában lévő uborkáról beszél. Úgyhogy ezeket nehéz eldönteni. Na jó, kiderült, hogy nők vagyunk. Hát ez fasza. Coming out megvolt. Apa, oda nézzél, mennyi ventiláció van itt? Oké. Akarod vinni ezt a bárkát? Nem, nem működne, ez csak ez egy prototípus. Nem felejtelek el téged is magad, hagyj a faszomba felejtelek, gyere baby. Gyere, Catherine-em. Catherine Zeta Jones. Nem véletlen találták ki a célzászót, ha mindig úgy lenne, ahogy mondod, akkor ez a szó eltörlődne. Hát de utálom, hogyha valaki célozgat. Az már milyen hülyeség. Hát mondd ki, amit gondolsz, és kész. És megvan oldva. Le van egyszerűsítve a dolog, nem? Vagy ezt csak én gondolom így? Hogyha emberek nem célozgatnak és kimondják azt, hogy mi van, és akkor a másik ember rögtön tudja, hogy most... Érted? Érted? Most ez is célozgatás? De izgibb, ha a másik kitalálja. Szevasz Ricsi, hello, szia! Szia Ricsi, hello! De izgibb, ha a másik... De kinek izgi? Tehát, hogy eltelik fél óra vagy egy óra, mire én ezt kitalálom. Oda nézzük, hogy megsavarhúzózom ezt a gépezetet. Fél óra, egy óra, amire kitalálom, és abban a fél óra, egy órában már lehetett volna akciózni, amire én azt kitalálom, hogy valaki mire célozgat. Érted, mire gondolok? Értékes idők mennek el a célozgatás kitalálására. Mi aki? Indiana Jones? Hogy elveszett ereknyék után kutassak valakibe. Hát ne légy hátramenés. Nézd meg. Na kíváncsiak ezt, hogy a visszafelé ugyanígy működik-e. De rossz helyen vagyok! Jó, nem akarok ide kimenni, ezt tudom, hogy hol vagyok. Vissza! Vissza! És akkor jut mindenre is idő. A nőnek izgi. Lehet, nekem amúgy kurvára nem, én szeretem, hogyha valaki egyenes. Egyenesebb mondja, hogy izé. Gyere, te férfi állat, és tegyél magadévá. Te... Érted? Határozottan. Nem az, hogy izé... Olyan jó lenne, hogyha most izé... Mit tudom, hogy reszelné valami uborkát, vagy valami... Érted, valami a fasságokkal. Ja, akkor, és hogyha ilyet kapnék, akkor én oda mennék a hűtőhöz, és elkezdeném reszelni a uborkát. És aztán rám nézni a nő, és megkérdezni, te mi a fasz csinálsz? Hát azt mondtad, hogy reszeljem uborkát, basz meg. Érted? Amíg valaki nem ad egyértelmű parancsokat, honnan a faszomból tudja, hogy mit akar? Mi aki Jósda? De ez nem unalmas fölfogás. Ez így van. Aha! Jó napot kívánok! Az a baj, hogy tudom, hogy hol vagyunk, srácok. Erre emlékszek el a részre. Még annó 2017-ben, amikor játszottam ezzel a videójátékkal. Itt ilyen csúnya robot vagy valaki fog kergetni minket, miközben valami kártyát keresek. Persze, jó játszadozni meg minden, de aztán érted. Ilyen játszadozásokból lehetnek félreértések is.
félreértések, amik aztán érted, arra jut el, hogy te mi a faszt akarsz, hülye vagy, én csak játszadoztam. Jó, ezt a ablakot én most kiverem. Hát lehet, hogy nem egy babkon... Ah, kurva anyád! Segítség! Segítség! Ja, fasz! Jó, lehet, hogy meghalunk most. Ez be tud ide jönni? Meg tudja... Há, hogy a faszomban eljön. Elnézést, fiatal ember! Jó napot kívánok, Zsák utcába jöttem. Ah, kurva! Elnézést! Szia, hello, Zoli vagyok. Kurva! Te mocskos csisz... Hú, basz meg! Jó, ez nagyon hirtelen jött. Hirtelen jött, és most el voltam terelődve szexuális témákkal. Jó napot kívánok! Miért vagyok ilyen nagyon rossz? Rosszul most. Szép dolgok, meg ilyenek. Vártok, van egy üzenetet. Szóval a célozgatásoknál tartottunk. Igen. Hogy azok szarok. Szóval ne célozgatok, ne célozgassatok. De itt nem, hello, hát itt hogyan? Meghalunk. Esküszöm, meghalunk most. A kurva életbe, hát hogy cse... Ez nem szerint, hogy a futok. De és... What the fuck? Ez vak? Lehet, hogy a hangra jön. Mi a szar? Basz meg, kiment. Tika meg lélegzik. Azt a kurva szétsípték itt a darabok. Csórikával. De mondja meg, hogy mit csinálj? Jó, akkor célozgassál. Így ások célzóvizet. Igen, még mindig, mindenek elején nagyon-nagyon faszák a célozgatások, meg ilyenek. De mondom, azért lehetne belőle félreértések. Amikor lehet, hogy egyik illető azt hiszi, hogy itt tudom én, valaki olyan szinten célozgat, aztán nem is, mert csak szórakozik a másikkal, érted? Általában, hogy én is szoktam mindenkivel. Ejj, semmit nem baj. Én aztán a semmi megmondója leszek mostantól kezdve. Na, ki van becsicskít, vagy jó napot kívánok? Kezdjük itten? Ja, meg lehet, igen, meg lehet magyarázni, hogy izé... csak szórakoztam. Vizsgáló. Jó, nem lehet gyorsan haladni, mert meghallja ez a csöves, és ugye előbb sprinteltünk, és nagyon utánunk futott. Úgyhogy... ez lehet nem túl jó ötlet. Jó, hogy azért lehet dobálni tárgyakat, hogy elvonjam a figyelmét? Ez minden ilyen beszélgetésre érvényes, nem csak ilyen szexuális, meg pervers, meg mindenféle beszélgetésekre érvényes ezek a dolgok. Én a mindenféle beszélgetésekben szeretem azt, hogyha, mit tudom én, kerülgessük a forró kását, hanem durr bele, érted?
úgy egyszer kinyögöd azt, amit mondani akarsz, de akkor ne húzzuk egymás idejét, nyögjük ki, és akkor mehet a dolog, érted? Ez mi a szar? Figyelemre méltó kapcsolat. Gírfogyasztás. Én például egyenes voltam már elsőre, hogy nem kell engem komolyan venni. Nani. Nani. Tudjátok, hogy én végtelen őszinte ember vagyok. Engem csak meg kell kérdezni bármiről és válaszolok. Az baj. Neki mentem egy hülye izének. Protovar Sevastia. Igen? Ja. Ezt meghallja, hogy kinyitom ezt a ajtót? Annyi egész. Na kérdezzél valamit. Feladatlista. Túlélni a Barkai projektet, véget vetni egymás gyilkolásának, kiküldeni a C-t és a csapatot, biztonságban helyezni mindenkit, élvezni az Armageddon perceit. Mekkora nagy lábújam centiben? Nem tudom. Nem szoktam méregetni. Mi nem lehet bebújni asztal alá? Mert te nagyon szoktad méregetni a lábujjadat centibe. Azt tudom, hogy te minden reggel megmérez, hogy hány centi vagy. Azt már hallottam a streamekbe. Miért hajnali kettő? Te szoktad méregetni a lábujjadat centibe? Minek méregessem a lábujjamot? Szexuális lábujjai vannak. Lehet cuppogtatni. Most megnéztem, mert vezítlább vagyok persze hozzám izéhez. Jó. Ajtózár felülbírál, nézzük meg. Ez zárva van. A hibás rendszerműködés, a zárkorlát aktív, felmaradó erőforrások. Jó, most ezt bezártuk. Nagy. Hát mit lehet nagynak hívni? Én méterbe méregetem. Szerintem kerek egy 80 centi. Mi a nagy lábújad? Mi vette bazd meg? Óriás? Csipkarbantartás. Igen? De még ez a, 33 éves vagyok, de most kérdezték meg először, hogy mekkora a nagy lábújam. Mindent át kell érni, úgy néz ki. Jó, mi van itt erre? Azt mondja, hogy a basz fővezér, Adams, ide micsoda? Lansky. Cartago Project Manager. Nyilván nem arra gondoltam, de a másik nem Twitch kompatibilis. Jó, hogy fasz méretekre? Most az volt a nagy lábúj. Hát milyen ez már? Hol van akkor a meglepetés meg amúgy? Ezt se értettem soha, amikor valaki méreteket kérdezget. Ez mindig egy, hogyan mondjam, egy ilyen totál átlagos téma ez, hogy kinek mekkora meg minden. És azért találkoztam egy pár nővel életemben, és mindig följött ez a téma, hogy milyenekkel találkozott meg minden tököm. És egytől egyig mindenki azt mondta, hogy voltak ilyen 20 pluszok például, és az már nagyon sok.
Például voltak olyanok, akiknek, mit tudom én, volt olyan csajom is, aki azt mondta, hogy találkozott már ilyen 7-8 centise is, és hogy azt mondta, hogy az tényleg ilyen, az kurva kicsi, de hogy a kurva az se jó, úgyhogy átlagos a legjobb. De én sem értem azt. De hát mondjuk ezt nem tudom, mert nem vagyok nő, csak ezt szokták mondani. Mondjátok ti is nyugodtan, most, hogyha belementetek ebbe a témába, akkor most már gyerünk csajok. Nyomjátok, hogy ti mit szerettek, érted? Mindenki más szeret. Úgyhogy nem tudom. Én csak annyit tudok mondani, hogy még eddig nem volt rám panasz. Eléggé jól szoktam tudni teljesíteni szerintem. Ha már ilyenekről beszélgetünk. De itt most mi az a nyelv? Várj, kinyitottam egy ajtót, nem? Hol vagyunk most? Azt mondja, Project Fejlesztési Központban, és ezt nyitottam ki, ezt a Omega Managementet, nem? Lényeg jól működjön, az igaz? Ja, aztán meg jön, hogy a méret nem lényeg, de amúgy... Én most ezt férfiként mondom, szerintem nem lényeg. Szerintem teljesen lényegtelen amúgy. Az jó, az meg ez a székem, ez teljesen ki van. Jó, persze jó, hogyha van azért egy, mit tudom én, hogyha rendelkezik egy átlag méretekkel valószínűleg, az a nőnek is sokkal jobb, elélvezhető is szinten. De azonban megint, most meg soma alatt beszélgetünk ilyen, mindegy. Szóval biztos, hogy a nőnek is jobb, hogyha legalább egy átlagos méretekkel rendelkezik egy fiatal ember. De a legfontosabb, szerintem, így a tapasztalatok alapján, hogyha kommunikálva van adott illetőve a szexuális létről. Először is. Ez kinek mi a jó, meg minden meg hozzászoktak egymáshoz, és mindenkinek meglegyen a pont, az a pont, amikor már nagyon jól érted. Vagy tud, hogy hogyan tud elérni a nagyon jó pontot. Semmi baj. Nem vagyok itt. Szóval én úgy gondolom, hogy elsősorban nem dír-dúr bele kukinunival, hanem először is beszélgetés, hogy mi a helyzet. És az is nagyon fontos, hogy ne szégyeld a más magadat a másik előtt, ha legyen nyitott egész. És akkor jó szerintem. Meg persze az, hogy a egyik fél ne legyen önző is, hogy érted. Hogy mind a ketten ugyanazt akarjátok. És akkor össze lehet játszani. Ez csapatmunka, érted? Duo. És még mondok még egyet, még az a legjobb, hogyha csak a férfi mondjuk csak a nőre gondol ebbe a témába amúgy. És akkor lesz a legjobb. Akkor tudja, hogy mindenki szerelmes lesz beléd. Mert egy nő lehet el tud menni 10-szer. A férfi meg lehet, hogy nagy nehezen 2-szer. Érted? Úgyhogy ha ezt megoldod, férfiként, akkor onnantól kezdve szerelem. Szerinte? Aztán csajok, mondjátok itt a ti véleményet, kíváncsi vagyok. Nekem azt mondták a hölgy ismerőseim, hogy az átlagosnál nagyobbat szeretik, de nem túl nagyot. Hogy ez kinek mi, azt maga válogatja. Szerintem is amúgy. Meghallja, hogy mi a átlagos, érted? Nem tudom, mi a átlagos. Holly volt itt a átlagos pénis specialista régen, ő szokta ezt mondogatni. Ő fejből vágta ezt. Én soha nem értettem, hogy ez miért téma. Most attól függetlenül, hogyha valakinek azért nagy a szerszába, érted? De hogyha egy agy halott, és hogyha nem tud vele bánni, akkor hiába nagy a szerszába, de nem fogsz elérni semmit, hogyha betuszkolod a nőbe. Az csak első része. Azt mondja, mivel én rövid vagyok. Nem alacsony? Vagy mit rövid? Belül a dolgok, vagy mi? Igen, protovar, mi a helyzet? Jó, itt nincs semmi. Most mit keresünk amúgy? Odanél. Megint mik vannak itt, mire? Igen, nagyon jó témák vannak, szóval. Szerintem a te felfogásod se a legjobb. Én legalábbis akkor élvezem igazán, ha a másik fél teljesen elengedi magát, és csak élvezi, nem arra koncentrál fel, hogy nekem jó legyen. Na, már megint a nagy félreértések vannak.
erről beszélek, hogy össze vagy szokva egy adott partnerre, akkor nem koncentrálok arra, hogy neked jó legyen, hanem tudom, hogy hogy lesz neked jó, és tudom, hogy nekem mi a jó. Érted? Szóval először elintézem azt, hogy neked nagyon jó legyen, és aztán majd nekem jó lesz úgyis. Ezek nem bölcsességek, én csak a saját tapasztalatomat mondom. Na hát erről beszélek. Na lássátok, én ezért utálok így irogatni is, meg beszélgetni is, mert állandóan csak a félreértések vannak a szavaimból. És aztán én nekem kell magyarázkodnom, hogy de nem így gondoltam, meg minden faszom, utálom ezt egészet amúgy. Ezért nem jó ilyen témáról beszélgetem. Meg kell mutatni ki, mit tud, és kész. De most mi az anyámot kell itt kinyitni? Ó, meg a főnökség. Várja, azt a csávot kéne megtalálnom, aki itt van ezen a dokumentumon? Lanskit? Vagy a Strohmeyert? Lanski, 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 Nyaszki, Lanski, Nyaszki. Hát de nincs itt olyan. De az milyen kommunikáció, ha se írásba, se beszédbe? Beszédbe lehet kommunikálni. De nem. Az van, hogyha egyirányú a kommunikáció, értitek? Hogyha én csak írásba kapom vissza, akkor ez nem olyan. Hogyha valakivel persze szemtől szembe beszélgetsz, az full más. Úgy igazi mindig. Nem arra gondoltam, hogy izé van. Hogy egyáltalán nem beszélgess senkivel. Na, már megint a félreértések. Beszédben amúgy ritka szar vagy? Nekem mindig azt mondják, hogy én meg kurva jó. Az a baj a Messenger-en írogatásokkal, meg a Discord írogatásokkal ilyen témában, hogy egyszerűen ugye mindenkinek hagyva van a válasz adási lehetőség úgymond nagyon sok időre. Át tudod gondolni, hogy mit mondasz, hogy az nagyon jó legyen, stb. És nincsen folyamatos beszéd, és így lehet, hogy nem azt mondod, amit hirtelen gondolnál először, és akkor ezek már teljesen megtévesztések. Mint amit gondoltál volna akkor, abban a pillanatban, hanem meggondolod, hogy mit írsz, és akkor az nagyon jó lesz majd annak a illetőnek, aki ezt elolvassa. És mi nem látod ember reakcióit, ez a legfontosabb, hogy lásd ember reakcióit közben, amit mondasz, és akkor arra mit reagál. Jó, itt most eltévedtünk. Így van, Protovár, pontosan. Pontosan! Hát... Ez a lényeg eletti. Jó, most hol ment ez a csöves? Az a baj, hogy nem tudom, mit kell kinyitnom itt nekem most. Csak itt járkálunk, mint a gólyafos a levegőbe, érted? És nem tudom, hogy mi van. Azt a milyen szexuális képek itt áll. Na, megint a pénisz méretektől hova jutottunk, nézzétek meg. Pénisz méretek.
fogd rám. Dehogy is. Dehogy is. Én mindig abondó vagyok, hogy legyen bizonyítva ott, ahol kell. Ahol ott van a idő, meg a pont, meg minden, meg a dolog, ott legyen bizonyítva. Mert szóba lehet mondani bármit. Hát már igen, már jó úton haladunk, Letty. Jó úton haladunk már. Még egy kicsi kevés, még kevés hozzá azért. Elnézést! Jó napot kívánok! Amúgy azt élek. Ez most az volt. Hogyan tudnék élni nélküled? Hisz rólad szól az élet. Elnézést, fiatal ember, nem akarsz innen kimenni a faszomba? A kersza, hello! Semmi baj, nem vettek észre, hogy itt szarok. Csömbbe kell haladni. Zoli, tudod mi mostanában az új trend hot-tubosoknál? Hot-tub. Várjál. Az a medencés. Medencés, nem? Nem szoktam nézni ilyen kurvákat, fogalmam sincs. Nem tudom. Nem szeretem ezeket a igénytelen embereket ennyire. Én is az vagyok. Én is egy kurva igénytelen vagyok amúgy, de nem ennyire. De mondjad, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, nyugodtan mondjad. Legalább tudjam én is, hogy mi van. Csomagoló, itt van Davis. De amúgy, a Kersza testvér, jókor jöttél, mert a pénisz méretekről beszélgettünk itt a lányokkal, úgyhogy ha akarsz, akkor megnyilvánulhatsz te is, hogy mi a helyzet. Már egyre nőnek van seg kamerája, de így konkrétan ketté van osztva a kép szélretében, és kép felett csaj, picsálja teljesen az arcodban. Egyre több. De ezt butkor mondtam. Butkor mondtam, hogy ez van. Ezt láttam én is, hogy Fortnite-ot streamelt egy csaj, és egy ilyen zöld gatya volt rajta valószínűleg, és ki volt véve ugye a zöld háttérből, vagy a zöld háttérre, és egyik fele van itt, és a képernyőnek ugye a segge volt, és azon ment a Fortnite, és aztán nem tudom, erre gondoltad? Jó, srácok, mi az az istent keresek én itt? Legfalat a bikinibe. Aha. De nem úgy gondolom, hogy mit keresek itt. Nem úgy gondolom, hogy mit keresek itt, hanem úgy gondolom, hogy úgy fizikálisan mit keresek most. Mert nem tudom. Nem tudom, hogy mit csinálok sajnos. Totál el lettem terelődve. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah. Onnan indult az egész, hogy a izére mentünk rá. Mi az? Hasznos teher, ezt lehet ki kéne nyitni. Be kéne kukkantani, hogy itt mi van. Remélem kellően az agy helyedbe mentem, mert többet sajnos nem futja menni kősajna. Az agy helyembe együtté? Mármint hogyan? Beleívódtál agyamba?
Mindig csak menni kéne. Látod, mindig elhatsz. Agyadra mentem, hülye. Ja, dehogy is, nem menti agyamra. Én nagyon nyugodt ember vagyok. Tökre! Az baj, azt mondja. Segíjé! Ne, meg fogna baszni. Elnézést. Az igen. Akkor a napi célomnak annyi. Ja, az volt a napi cél, hogy kiidegelj? Most én vagyok a izé? A célpontod, vagy mi van? Célpontokban vagyunk. De idegeljed a kerát. Miért nem idegeled a kerát? Te nem várattalak meg! Én ott voltam. Miért nem verekszel Szogival meg Szkendóval, hogy nem voltak itt? Szavasz, Anubis. Én mondtam, hogy mehetünk demozni. Neked arra nem volt kedved. Na, most mit csináljuk? Érted? Hát könnyörök, de mert nem fogok, hogy na légy, gyere már, demozzunk picit. Érted? Szóval mi volt a téma? Az, hogy füröttél-e ma. Ez volt a téma most? Nem, amúgy az volt a téma, hogy mekkora a péniszed. Nem a te péniszed volt a téma, jó napot! Hogyan lenne szerinted, láttuk? Télen megyek, nem végzek filmezésig, további jó streamet, szia Letti, hello! És ne kínozzál már, jó? Köszi! Jó, ide be akarok jönni most ebbe a hasznos teherbe. Nem tudom, mi lesz itt. Ja, igen, a célozgatásokról beszélgettünk amúgy, a célozgatásokról folyamatosan, hogy ugye szeretnek emberek célozgatni, és akkor azokból mik vannak a célozgatásokból, meg minden, hogy hova lehet eljutni a célozgatásokból, meg... Aha, jó, megtaláltam szerintem, amit kell csinálnom. Elosszi a biztonsági hiba! Helyezze be a csatoló csipet. Something's missing. Hát itt ne hiányzik valami. A csatoló chipsek. There's something not hooked up right. Jó van, akkor ilyen csatoló csipet kell keresni. Ha Zoli jól viselkedik, még meggondolom. Aztán, ma megint rám van itten az éve, fókuszálódva. A teher. A teher. Segítség! Honnan jön ez a fiú? Fiatal ember! Mit számít, hogy mekkora? Nekem nem számít, hogy neked mekkora. Vagy hogy kinek mekkora. Csak ez volt a téma. Ez csak egy téma volt, ennyi egész. Egy totális csat. Szerintem is. Na, a lényeg az, hogy kell nekem valami chips. Aha, ide be lehet dugni valamit. Melyik játékot? Ezt? Az a helyzet, hogy álmos vagy? Az tényleg baj, Szogi testvérsz. Hát látod, hogy nem fejeztem be, még itt tartok. Ja, volt nálam Elden Ring kétszer is még hozzá. Kétszer is végigjátszottam. Egyszer PS5-ön, egyszer meg PC-n. Kell hoznunk egy chipet. Egy chipset. Jön ez a bibasz. Jön ez a bizbasz! Bizibazi. Tényleg kéne folytatom az ellenéget, most értem az a fához, ahol majd Malénia lesz. Már annyira ott vagy? Na hát ez már vége. Az már vége, utána már csak a szebb, nagyon kevés van, és ez az utolsó boss. Amúgy én totálisan, amikor második végigjátszást, nagyon... Malénia-t szerintem másodjára megöltem. Vagy elsőre, másodjára, nem tudom. De hama. Hama. Azt tudom, azt hiszem első végigjátszáson elsőre megöltem azt a ribit. A fő bosszal szórakoztam picit.
ottan szórakozások voltak. Ide akartam bejönni, nem? Jó, kikészít ez a rész. Az a baj, várjál, chipsek? De mire vagy itt, hol vannak a chipsek? Biztonsági főnök szóvivő gondok. Fágakról. Fú, most már nem is emlékszek amúgy. Hogy milyen volt az. Jó, most melyik ajtót nyitottam ki? Szerintem tudom. Ja, azt a közepsőt. Itt már jártunk, itt is jártam. Valami csipet... Úha, ezt tuti meghallotta. Jó, nagyon körbe kell néznem mindent is. Sehol egy chips. Sehol egy chips. Ez nem jó ajtó. Fehér nyomori buboréka. Fú, bassz meg, már nem emlékszek. Totálisan nem. Bika a barlangba. Arra sem emlékszek már. Nagyon rég játszottam. Jó, egy éve. Igaz, de ez nekem már nagyon rég. Hogyan tudnék élni nélküled? Ezt az ajtót zártuk most be. De az ajtó ezt nem lehet kinyitni? Ezt kell bevernem, várjál? Ja igen, itt volt a csávó. Ennél a csávónak kell lenni valaminek, nem? Még totál arra emlékszem, hogy nagyon nála kell lenni valami kártyának, hogy jöttöknek. Vagy most hol az anyám? Basz meg, rossz helyen vagyok. Istenem! A csótány emberök? Fú, totálisan nem emlékszek. Totálisan nem vagyok otthon most ebben, hogy mi van. Hiába vittem ki kétszer a gémet, én teljesen el tudok felejteni ilyeneket. Meg kell találnom azt a főbejáratot, onnan bejöttünk. Vazog itt csöveskedni ennyit, jó? Szerintem itt nem voltunk bent a vizsgálóba. Azt hittem ennél a fiatal embernél van valami kártya. Jó napot kívánok, nincs magánál valami ízé? Belépő kártya? Hello, szia. Látom, hogy itt még nagy szenverésekben vagy. De előbb nem tudtam itt figyelni, mert itt nagyon nagy témák voltak. Akersa, itt van Akersa, nézd meg. Akersa. A föld alatti terület olajátékban elég sok ilyen izé dungeon. Na mondjuk azokat nem vittem ki, azokat a dungeonöket soha. Azokra basztam rá. De mi a csöves, nokedlis, tésztás gombócot kell csinálni már? Jó, most fog jönni ez a disznó, mert fogja hallani hangokat. Ja, valami rémlik, valamilyen főmék a romokból, tanít láda és teleportál, az valami rémlik, ja. Még arra is emlékszek arra az izére. Ami elteleportált engem arra a csillagos részre. Jaj, azt nem tudom melyik az a buborékos gecirém, vagyis most már sem emlékszek. Volt nekem ott a első gameplaynél beszoptam, mert elteleportált a játékot és nem tudtam visszamenni. Nem biztos, hogy egyre gondolunk, de lehet. Jó, srácok, valaki mondja meg, hogy mit csináljak, mert már ki vagyok készül idegileg. Valaki mondja meg, hogy hol vagyok. Valaki mondja meg, mi van? Itt van egy fiatal ember. De miért nincs egyiknél sem valami kártya vagy valami? Vázolj, itt nincs semmi.
itt sincsen protokoll, látod, hogy itt sincs. Itt lesz, oda néz. A vezetőség. Na most fognak megbaszni. Igen, ez az a fiatalember, ott van a kezén. Igen, hello, szia, igen, itt van, ezt kerestük. Húha! Menjél kifelé! A titok azt, hogy nem lehet futni. Addig olvasok el a jegyzetet, ami a fiatalembernél van. Ja, ő a Brandon van. Itt halt meg a Brandon, nézzétek meg. A Brandons. Oké, megoldottuk ezt. Jó, gyorsan rájöttem, hogy itt nem szabad futkározni, és hogy nem vesz észre akkor. Nem, Brandon már halott. Itt mindenki halott. Brandos. Oh, ez az baby, úristen csinált. Köszi. Szörny őrjönkbe próbál bejutni. Jó, most vissza kell mennem a legutolsó szobába, megint ez a csöves. Mert ugye most állunk van ez a decoder, vagy egy isten. Úgyhogy most megint el kell vennünk innen. Mi a fasz? Nem hallottál semmit? Semmit nem hallottál? Nem, semmi idegeskedés. Takarodj, passz meg pont. Úristen. De ez miért ilyen csöves? Hát így nem lehet, hát menjél már valamerre. Csak jön befelé. Érzi a szagom, vagy mi van? Ne! Menjél már el innen! Az a mennyi itt az el. Most ez a szörny kiabál? Igen. Ő az. Mikor fürödtem utoljára? Ma reggel. Jó van. Jó, azaz. De miért jössz vissza? Hát ezt nem hiszem el. Hát de nem is hangoskodok. Kattogóknak? Hát... Ott itt hiányzik azért a kattogó hang. Jó, húzzunk a faszomba. Jó kis Last of Us, úgy szerettem. Ez baj! Jó napot kívánok. Lekapcsolták a fészeket. Sok volt az Old Spice. Ez lehet. Old Spice. Régen Old Spice használtam amúgy, nagyon szerettem Old Spice. Nagyon jó illata van meg minden, nagyon csíptem. De nem tudom, biztos előfordult veletek ilyen, ahogy idősödsz, teljesen más lesz a test. Nedved, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, a testnek a mindenféle akármisodája is. Aztán egy idő után már nem volt jó az Old Spice. Úgymond büdösödtem tőle, érted? Biztos volt majd nektek is, hogy olyan dezodort használtatok, ami nem jó.
És akkor meg kell találni a neked megfelelőt. A testednek megfelelő dezodort. Amit ő akárhogyan izza. Igen, itt van. Elnézést. Szóval akármennyire izzadsz és nem büdösödsz. Lehet kint 40 fok is minden. Begyomod a dezodort és egyáltalán nem büdösödsz tőle. De vannak olyanok, bazd meg, ami lehet valakinek jó, de például nekem kurvára nem jó. Ajtózár felülbírása. Most nem ez kell nekünk, hanem a izé. A chipkarban. Frissítés. Ez mindent meghallam úgy, mindenféle nyekergést. A chip használatra kész. Jó, de hova kell bedugnom ezt a chipset? Ja, ez megy bele a ajtóba a lifthez, nem? Vagy oda az izéhez? Nekem a sziszegős szappan baszta ki a hónaljamat, sebesítette. Mármint a sziszegős az mit jelent? Az, hogy a fújós dezodor? Az? Én azt használok szerintem 20 éve már, vagy akármennyi. Aha. Volt olyan régen, amikor Old Spice-ból használtam azt a géleset. De aztán már az se volt jó. Úgyhogy arról is leszoktam. Úgyhogy sziszegek ér is. Sziszegő. De én mindig sziszegek. Én minden nap is, vagy hát mindig, még fürdés után is. Valakik fürdés után nem sziszegnek, én sziszegek. Jó, chipsek megvannak. A faszomat. Hát de hagyjál már! Ez addig nem hagy, amíg nem basz meg, komolyan mondom. Én, hogyha mondjuk este lefürdök, sziszegek, és ugye reggel főkelek és nincs fürdés, meg ilyenek, mert minek érted, de este fürdöttél, és meg szexuális létesítménybe se keveredtél valakivel, akkor is sziszegek, de nem, még ugye nem fürdöttem, vagy valami érted. Semmi baj, nem látnak. Most ez bejött ide? De nem elment, jó. Amúgy most képzeljétek el, hogy milyen jó volt akkor még, amikor ezekben a 90-es években, 80-as, 90-es években, amikor még a nők se borotválták a hónajukat, érted, nagy szőrökben voltak meg minden, és akkor még nem nagyon volt szerintem dezodor használatság így nagyon izébe. Vagy még az előtti években, még amikor még tényleg nem voltak dezodorok. Érted? Milyen jó illatok lehettek mindenütt, nem? Szavasz Duracell, hello! Hello, szia! Hello, szia! A nagy ordas farkasok meg ott ugattak. Ja, valószínűleg. Meg van zavarodva a fiatal ember, nem tudja, hogy mi van. De hogy ez pont mindig arra jön, amerre én megyek, ez már kikészít idegileg amúgy. Ha tudnám, hogy hol van az a rákos izé ajtó, ahol kell mennem, az nagyon jó lenne. De persze nem tudom. És nem szaladhatok. Régen sem volt akadály a dzsungel, meg egyéb dolgok. Igen, azzal nincs baj a dzsungellel amúgy, szerintem. Na, most megint rámehetünk a szubjektív véleményekre, meg most megint rámehetünk itt a nagy izékre, hogy kinek mi. Szerintem jó, sokkal jobb a dzsungel, mint az, hogyha izé ilyen babas tílekben van a dolog. A tesz szag az már rosszabb. Az már rosszabb téma. Hogyha valaki büdös. Megvan. It's still not working. It's missing something. Mi hiányzik?
Ajaj. Nem vagyok itt. Azt érdemlő, hogy igazán a kincset, aki megküzdött a dzsungel, mint én. Hát de most szerintem, jó, nem azt mondom, hogy dzsungel legyen, érted, hogy most izé sövényvágóval kell neki menni a nőnek, meg ilyenek. De azért szerintem az sokkal izgibb, mint hogyha ilyen izék vannak itt, érted? Mint ilyen babasunák. A babasunák, bazd meg. Jó, maximum, hogyha valakinek már ilyen western rajtó van, hogy érted, ott lengedezik, akkor már látod, hogy nem babasuna. De azért, na. Jó, elmenni, nem már nem tudok haladni. Elnézést. Hát ezt már nem bírom idegileg, bazd meg. Hát takarodj már innen a facba. Ez tényleg érzi a szagot. Ez addig fog itt szórakozni, amíg megkúr. Jó, akkor várunk. De mi a csöcsös krokedli? Húzzam el innen pátosz kettő, a pátosz kettő, téta, gamma, delta, alfa, béta. Jó, elmentél? Jó, mi az anyám hiányzik innen? De beraktam a chipset. Igen? Ja, várjál, ez... Hülye vagyok. De hülye vagy, Zoli. Istenem, ki az a idiót? Mehetünk? És a... Nem tudom, valahova menjél! Hú, geci! Mindegy, hova, csak valahova. Talán, hogyha kinyitódik ez az ajtó, akkor nem lesz rosszabb. Mámo is megvoltak itt a témák, hölgyeim és uraim. Itt a méretektől kezdve, itt a pártok kialakítása, minden is. Halló? Igen, beakadtunk a liftbe, ez régen egy rémálmom volt amúgy. Nem, mind, nagyon sok ilyen liftes rémálmom volt nekem. Valami történt a liften, leszakadtam, meg minden szar. Mindig voltak ilyen liftes rémálmaim voltak nekem. Most itt, hello, szia. Aha. Jó. Jó, akkor nem haladunk így se. Nektek milyen rémálmaitok szoktak lenni? Vagy voltak régen gyerekkoratokban, amire emlékeztek? Nekem volt ez a liftes, meg volt olyan, hogy kint vagyok utcán, és nézek a öreg buterékhoz fölfelé, a földszintre, és ők onnan leselkednek a ablakból, és én meg próbálok kiabálni, sem tudok. Ilyen is volt régen. Meg gyerekkoromban sokat álmodtam azt, hogy zuhantam. De mindig tudtam, hogy ha leérek a végre, akkor főkelek. Jó. Ezt a részt amúgy nagyon jól teljesítettük ahhoz képest, ahogy én ezt a játékot először játszottam. Az baj! Az baj! Fuss! Még pont megdicsértem magam, úgyhogy milyen jó voltam. Igen.
Zonás szerint nekem is volt, de úgy kell elképzelni, hogy toronyugrás. Nem csak felhők, csak felhőkarc. Nem, én kimentem a lépcsőházba, a panelhezba. Jó, itt most mi történik amúgy? Don't move. It's okay. Ja, hogy ez a sztori! It's over. Jó, jó, hogy ennek így kellett történnie? Oh! What are you doing here? Hanging out, like couples do. Így kellett történnie, oda nézd, megérkeztünk a lakásba. Dick, hello, szia, hello. Hogy vagyok? Ja, ez valami lény, ez nem robot, igen. Szóval nekem nem toronyugrás szokott lenni gyerekkoromban, hanem olyan, hogy kimegyek a lépcsőházba, a panelzba, és tudjátok, ott, ahogy mentek fel a lépcsőkön, folyamatosan, a 8 emeletesbe, akkor ugye ott, hogyha lenéztek, akkor ott, ugye ott a lyuk. Na és én, ez földszintről van szó, szóval lenéztél, rögtön ott volt a pince. De gyerekkoromban ott mindig feketeség volt, és oda beugrottam. Ilyeneket álmodtam. Ja, fúj, benne vagyok itt a marba, beleraktak a fosba. De ez a kiabálás. És nem jön a hang, nekem most is. Igen? Nem vagyok otthon ezekben, hogy most mit jelenthetnek a álmok meg ilyenek. Nem is tudom, hogy ennek van-e amúgy lényege, vagy jelentősége. De ilyen nem szokott lenni mostanában nekem. Én már nagyon rég álmodtam valami jó szexes álmot. Már arra szükségem lenne, hogy nagyon fasz a kis szexes álmokra. Az jöhetne már valami. Jó, nagyon megnyomkáltam ezt a gombot. Aha, itt van egy fiatal ember, itt üdögél. Jó napot kívánok! Abból nem jó felébredni, de ha olyan álmod van véletlen, akkor abból tuti föl fogsz ébredni. Az 1000 millió százalék. Pont akkor, amikor érted, már raknád befelé a izét, a lompost, vagy nem tudom, valamit csinálsz, érted? Akkor azt tudja, hogy fölkelsz valamire. Megszól egy verépként, mert nyitott ablaknál szó, és akkor csiripel egyet. Vagy megszól a ébresztő, vagy valaki pofon basz, bármi, de tudja, hogy főkesz. Hogy még álmodban se tudjál normálisan lenni. Azt mondja, sajna bizony. de amúgy ez magyarázza nekem, hogy ez hogy lehet így? Hogy lehet így pontosan megcsinálni basz meg álmod? A fejed hogy tudja ezt így lekonvertálni basz meg, hogy pontosan úgy legyen, hogy amikor megszól az a kurva ébresztő, pont akkor legyen a jó. Vagy írnak Messengeren? Nekem az a vicces, hogy nem tudom, mi történt a telefonomon a Messengeren, de egyáltalán nem kapok értesítést, hiába van bekapcsolva értesítés mindenhol, és nulla, akkor veszem észre, hogy valaki írt, hogyha rámegyek a Messengerre. Mindenhol máshol megkapom, a tabon, meg minden csipog, mint a geci, de azokat már nem szoktam hallani, mert fülhallgató van rajtam általában. Úgyhogy nem tudom, valamiért ott nem kapom meg a értesítéseket. Mondjuk nem is annyira baj, de nem mint hogy olyan sokat írogatnék Messengeren. Lehet ebben a évben 3 emberre írtam meg. Hát úgy érzem, hogy megint van itt ilyen sétálunk. Érzitek a szagát, én igen. Aha. Aha. Hát jól sikerült a menekülésünk. Catherine-nel el akartunk itt menekülni, érted? Itt a Pathos 2-ből, azóta itt ezt szopódunk. Meg a másik dolog, hogy éjszaka bekapcsolódik a telefonomban egy ilyen éjszaki üzemmód, ilyen alvás üzemmód, aztán semmi értesítés nem jön meg. Egyszerűen így beszoptam egy ilyen fizetést is amúgy. Hogy pont ilyen, nem tudom, este 11-kor akartam venni valamit. És mondom, miért nem megy át ez a kurva játék, bazd meg? Persze megkaptam a e-mailt, hogy kéne engedélyeznem a fizetést. Persze, hát nem jött meg, mert ugye alvás üzemmódban volt már telefon. Szóval ezt beszoptam így. Kikapcsolod a netet a telót? Hú, én szerintem 20 éve nem kapcsoltam ki internetet a telefonomon, soha nincs kikapcsolva. Szerintem az a egy dolog a telefonomon, ami soha nincs kikapcsolva, az a internet.